Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket egy új műsorral, melyben hagyományos ételeket fogunk elkészíteni, kicsit másként, mint ahogy azt eddig megszokhattuk. Attól másként, hogy egy több mint 132 éves szakácskönyvből fogunk dolgozni. És aki az ételeket elkészíti, az pedig nem más, mint a 13. kerület 2012-es év üzletének tulajdonosa, mégpedig a Napsugár étteremnek Színási Jácint mesterszakács és séf. Köszönöm szépen, hogy segítesz nekünk. Mit lehet tudni erről a 132 éves szakácskönyvről? Ez a szakácskönyv 1881-ben íródott, Dobos C. József írta. Annyit kell róla tudni, hogy ő cukrász volt és melegkonyhai szakács. Ez az osztrák-magyar monarchia között íródott. Francia, osztrák és magyar klasszikusok vannak ebbe a könyvbe, ebből szoktam én is az ötleteimet összegyűjteni. És a mai nap egy gombapörköltet galuskával választottam ki. Nem véletlenül, hiszen közeleg a húsvét. És ennek egyében talán lássunk is hozzá, mivel kezdjük. Először a pörköltel, vagy inkább a galuskával? A pörköltet fogjuk oda tenni. Mit lehet tudni az alapanyagokról? Nyilván gomba? Gomba, boltban megvásárható fehér csüperke gombából fogjuk elkészíteni. Alapvető fűszereket fogunk használni, só, bors, paprika, majoranna, fokhagyma és hagyma. Mire kell odafigyelni, amikor a gombát vásároljuk? Minél fehérebb, minél apróbb, annál jobb. Hát akkor lássunk is hozzá. Mivel kezdjük? Hát először is a hagymát fogjuk összedarabolni, apró kockára fogjuk összevágni. Milyen trükköt tudsz esetleg a háziasszonyoknak arra, hogy ne folyjon ki a szemünk? Semmit. Sokan mondják azt, nem tudom, te próbáltad-e már egyébként, hogy vizet kell a szánunkban tartani, amikor vágjuk a hagymát, és akkor nem fog folyni a szemünk a hagymavágás közben. Én azért nem próbáltam ki, mert munkaközben sokat mobiltelefonálok, és hogyha víz van a számban, akkor igazából nem tudok beszélni. Hát ezt a kis fájdalmat ki kell bírni. Az a lényeg, hogy minél apróbbra vágjuk össze a hagymát. Ha jól értem, igazából a trükkje annyi, hogy ugye félbevágjuk a hagymát, felszeleteljük hosszába, igen, illetve keresztbe, és utána pedig a késsel fogod itt majd a deszkán így még van kisebb darabokra vágni. Így van. Az a lényeg, hogy jobban meg kell majd pirítani a hagymát üvegesnél sokkal jobban, tehát hogy legyen egy pici színe a hagymának. Hozzávetőlegesen ez hány főre készül, amit most ez készül? Ez három, két-három főre. De az a lényeg, hogy durván olyan 60-70 deka gomba legyen. Jól meg kell mosni. Az ilyen apró pici gombákat igazából nem kell megpucolni. A nagyobb gombáknak, a rántott gombához szoktuk lehúzni a héját. Tulajdonképpen ennyi az egész. Ha megkérnélek, akkor kavargasd egy kicsit, légy szíves. Nagyon szívesen segítek. Addig összevágjuk a gombákat. A gombát úgy szoktam, hogy félbevágom. Igen. És gerezdekre vágom fel, tehát tulajdonképpen csak ennyi. Mitől mások az ételek egyébként ebben a szakácskönyvben, mint amit egyébként megszoktunk? Nem másabbak az ételek, inkább más elkészítési technológiák vannak. Nagyon sok mostani szakácskönyv, 21. századi szakácskönyvben olyan ételek vannak, aminek eleve úgy indítjuk, hogy ugye olajat használunk, már igazából a sertészsír, a kacsazsír, a libazsír, ami az ételeknek annak idején megadta az ízét. Nagyon sok kacsa volt Magyarországon az 1800-as, 1900-as évek elején. Ugye a libáról nem is beszélve, tájegységenként változott, és teljesen természetes volt, hogy megtalálható a kacsa, illetve a liba és a tyúk minden vidéki ház tájinál megtalálható volt. Ugye a sertés, és ugye ezeknek a zsiradékait használták az ételek elkészítéséhez. Nagyon sok olyan egészségi magazin létezik, meg szakirodalom,
a sertészsírról, hogy nem egészséges, hát tulajdonképpen semmi nem egészséges, ami túlzásba van véve, de vannak olyan ételek, ami például egy sertéspörkölt alá, én soha nem rakok olajat. Uh-huh. Tehát persze a sertéspörkölt, vagy a húsból, ami kifül, vagy kisül zsír, azzal meg tudod. Így van, a sertéspörkölt alá sertészsírt szoktam rakni, főzött sertészsír, tehát ez azt jelenti, hogy a sertésnek a zsírszalonnájából kisült zsírt használják fel, mert hogyha megnézzük a sertészsír csomagolásán, fel szokták tüntetni, hogy vannak a hidegen préselt sertészsírok. Az annyit jelent, hogy tulajdonképpen nem sütési eljárással nyerik ki a zsíradékot a zsírszalonnából, igen, hanem hideg prés eljárással nyerik ki. Én ezt ráteszem. Szerintem már jó. Igazából a hagymát meg a gombát összepirítjuk, ahogy összevágtam, be fogom fűszerezni. Ahogy mondtam, só, bors, piros paprika, egy nagyon pici fokhagyma és majoranna és bazsalikom. Igazából a bazsalikomot csak a végén szoktam hozzárakni, mert olyan illóanyagok vannak benne, amik, hogyha az ételkészítés előtt teszünk bele, hamar el fognak tűnni, és nem lesz meg az az íz, az a harmónia, amit várunk, vagy szeretnénk. Egy pici sót teszünk bele, inkább kevesebben. Ez kezdő szakácsoknál mindig problémát jelent, amikor olvassák a szakácskönyvet, hogy egy csipetnyi sót. Hogyan tudnál segíteni azoknak, akik mondjuk kezdő háziasszonyként állnak a konyhában, és mennyi az a csipetnyi só? Igazából nem tudom megmondani pontosan a mértékegységet. Vagy még egy dolog van, ami ettől jobb, az ízlés szerint. Igen. Ki mennyire szereti. Nagyjából nekünk vendéglátósoknak alap ízre kell főznünk az ételeket, mert nem mindenki szereti fűszeresen az ételeket. Nem mindenki szereti fűszeresen, valaki fűszeresebben szereti, azért van sóbors paprika az asztalon, hogy a vendég, ha gondolja, akkor rak magának hozzá. Én megmondom őszintén, mindig úgy vagyok ezzel, hogy pótolni még lehet. Igen, a sót, kivenni, már, kivenni nem. Már nem. Egy pár gerezd paradicsomot is beletehetünk. Nagyon picit lejjebb veszem. És egy nagyon pici vízzel felöntjük, amíg ellepül, holott a gomba fog engedni magából elég sok folyadékot, nedvességet. És egy nagyon pici fokhagymát, egy 2-3 gerezd fokhagymát is rakhatunk bele. Én össze szoktam vágni, bele is lehet reszelni. Így egy picit olyan élőbbnek tűnik, hogyha belevágjuk. Uh-huh. Az íz világán egyébként erősebb, hogyha reszeled, vagy pedig pont ettől, vagy semmi jelentősége? Nincs jelentősége szerintem, inkább a gusztább, hogyha belereszeljük, mert nem találkozunk fokhagyma darabokkal, de most igazából az a cél, hogy a könyvben leírtak szerint járjunk el. Igazából még az a lényege a gombapörköltnek, hogy nem kell órákig főzni, mint egy sertéspörköltet, vagy egy marhapörköltet, hanem nagyon gyorsan meg kell pirítani, és egy picit keményre kell hagyni a gombát, félkeményre. Tehát durván azoknak a nézőknek, akik azt hiszik, hogy pörköltről van szó, hogy órákig kell főzni, és pont a gomba az, aminek szerintem egy 20 perc bőven elég. Közben megcsinálhatjuk a köretet, ami galuska lesz. A galuskának az elkészítését a személyes tapasztalataim alapján én úgy szoktam csinálni, hogy úgy is készítettem ide, hogy fele rétes liszt és fele finom liszt, tehát felesbe. Egy picit keményebb lesz tőle a galuska, nem lesz annyira lágy és puha, de viszont annyira kemény sem lesz, tehát pontosan azt az állagot fogjuk elérni, aminek egy galuskának lennie kell. Olyan 40 dek a rétes liszt és 40 dek
finom liszthez durván 4 darab tojást szoktam adni, sót és a végén egy pici olajat. Ezt összedolgozom és forrásba lévő vízbe kiszaggatom. Jó, akkor lássunk is hozzá. Jó. Hagyományos ételek, hagyományos módszerekkel elkészült a tésztánk, de nem vállalom, hogy ezt most én itt kiszaggassam, megmondom őszintén, hogy a cseréljünket. Akkor annyit kérnék tőled, hogy fogd meg, légy szíves az edényt. Azért így csinálom, mert nem biztos, hogy mindenkinek van. Nem, így megfogom. Nem biztos, hogy mindenkinek van otthon megfelelő szerszám hozzá, és igazából ennyi szükségeltetik. Az a lényeg, hogy ilyenkor mennie kell nagyon a víznek, mert különben elázik a galuska tésztánk. Elkészült a galuska, az azt jelenti, hogy minden galuska szépen feljön. Nagyon szépek lettek. Igen, egyformák, és elmegyünk, leöblítjük. Az a lényeg, hogy a leöblítésnél hideg vizet használjunk, nem meleg vizet. Jól át kell öblíteni, egy kicsit be lehet melegíteni utána, és lehet tálalni a gombával. Kész is van, igen. Elkészült a pörkölt is már. Ilyenkor mi a teendője a háziasszonyoknak, akik még esetleg most kezdik a szakácskodást? Hát igazából a forrásban lévő galuskát leöblítettük. Igen. Egy picit megmelegítjük, és olajjal vagy zsiradékkal egy picit átforgatjuk, hogy ne ragadjanak össze a galuska szemek. Következzen a tálalás, az egyik legizgalmasabb rész. Igen. Ez durván, ahogy beszéltük, ez 2 személyre lett elkészítve. Kész? Igen. Ezt arrébb teszem. Köszönöm. Hűha. Én igazából nem fogom díszíteni. Aki gondolja, tehet rá tejfölt. Uh-huh. Díszítgetheti. Itt tulajdonképpen a lényeg a gombapörkölt. Hát nagyon szép lett, az illata nagyon-nagyon jó. Kedves nézőink, aki szeretné elkészíteni ezt a gombapörköltet, az természetesen a receptet megtalálhatja majd a televízión képújságán, illetve magát a műsort, hogyha nem sikerült most megnézni, akkor bármikor visszanézhetik a www.media13.hu oldalon. Tartsanak velünk legközelebb is, azt gondolom érdemes lesz. Jó étvágyat!